A mai nap azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük a 2019 óta fejlesztésre fordított 1 milliárd euró részeként megvalósított új ipartelepünk és 4 nagy beruházásunk megvalósítását, amelyeket az elmúlt hónapokban fejeztünk be. Időrendi sorrendben ezek a következők voltak. Februárban elindítottuk a második 50 megawatt teljesítményű kogenerációs erőművünket, ami a jelenleg elérhető legmagasabb hatékonysága használja fel a földgázt villamosenergia és gőz előállítására. Az utóbbi hónapokban mindannyian tapasztaltuk, hogy milyen fontos a saját, biztonságos és megfizethető energiaellátás. Emellett elkezdtük a fotovoltaikus villamosenergia forrásaink kiépítését is. Márciusban a kivitelezés befejezésé után legyártottuk az első 1000 tonna nitrobenzolt az új 240 ezer tonna kapacitású MNB üzemünkben, és április 5-e óta termel a 200 ezer tonna termék előállítására képes anilin gyárunk is. Ezek a beruházások amellett, hogy a korábbi ellátásunkhoz képest versenyképesebben biztosítják a szükséges mennyiséget, környezetvédelmi szempontból is kiemelkedőek. Számításunk szerint csak a szállítási út elkerülésével éves szinten 14 ezer tonna széndioxid kibocsátásától óvjuk meg a természetet. A három előbb említett üzem mellett május végén megkezdte működését a 90 ezer tonna kapacitású tömény salétromsav üzemünk is. A kivitelezések 3,5 éve során rengeteg energiát fordítottunk a munkák koordinálására, amit a világjárvány, a hosszabb szállítási idők és a szomszédunkban kitört háború nehezített. Minden beruházásunknál az elérhető legjobb technológiát alkalmaztuk, és a fenntarthatóság figyelembevételével olyan döntéseket hozunk, amelyek tekintettel vannak a környezetünk védelmére, a közösség érdekeit szolgálják, és természetesen nyereséget termelnek. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az EcoVadisnak a világ vezető fenntarthatósági értékeléssel foglalkozó szervezetének átfogó auditja után a borsodkemet ismét, azaz már harmadszor a legmagasabb platina minősítést kapta. És beruházásainak természetesen munkaerőigénye is van. A már korábban átadott üzemeinkkel együtt 5 év alatt 420 fővel nőtt a borsodkem munkavállalóinak a létszáma, és további bővülés várható. A jövőre 75 esztendős borsodkem az elmúlt évtizedek alatt számos kihívással szembesült. Kollégáink hatékony munkájának és innovatív gondolkodásmódjának köszönhetően azonban sikeresen megbirkóztunk ezekkel. A felhalmozott tapasztalatunk, a jelenlegi beruházásaink eredményezte megújulás, és tulajdonosunk, a Vanhoa vegyipari csoport elkötelezettsége szilárd alapot teremtenek a következő évtizedek sikereihez. Bőven van fejlesztési tervünk az előttünk álló évekre is, amelyek sikeres megvalósításából munkavállalóink és a környező települések is profitálni fognak. A Borsodkem ZRT hosszú éveken keresztül megfontolt stratégia szerint sikeresen menedzselve építette sikerét, amelynek köszönhetően kijelenthetjük, hogy a cég amellett, hogy Európa egyik piacvezető műanyag, alapanyag és szervetlen vegyanyag gyártója, és meghatározó szereplője a hazai vegyiparnak, örömmel mondhatom, hogy megyénknek az egyik legnagyobb munkáltatója már évek óta. A mai napon átadásra kerülő gyár azzal a céllal valósult meg, hogy tovább erősítse a vállalatnak a pozícióját, és ugyanakkor hozzájáruljon a régió gazdasági növekedéséhez. Amellett, hogy gazdasági stabilitást és növekedést biztosít, számos embernek nyújt munkalehetőséget, megbízható keresetet és szakmai fejlődést. És ez nem csak a dolgozók, hanem az egész közösség számára is előnyökkel jár. Azoknak az embereknek, akik itt élnek és dolgoznak, új lehetőségeket nyújtanak a helyi gazdaság élénkítéséhez. És az új munkavállalók nem csak a vállalat sikerét fogják elősegíteni, hanem helyi üzletek, szolgáltatások és közösségi infrastruktúra fejlődéséhez is hozzájárulnak.
A mostani fejlesztés a beszállítók és az ügyfelek számára is kedvező lehetőségeket nyújtanak. Az új telep és annak termelői egységei lehetővé teszi, hogy még hatékonyabban, versenyképesebben működjön a cég, és ez erősíti a vállalat hírnevét a piacon, és ugyanakkor növeli a gazdasági teljesítményünket. Azok az évek, amelyek itt Kazincbarcikán és környékén a Borsodkem egy átfogó, nagy és jelentős beruházás sorozatával teltek, azok a világgazdaságra is egy elég komoly lenyomatot helyeztek el, hiszen az elmúlt években forradalmi, történelmi, jelentőségű átalakuláson ment keresztül a világgazdaság. Ennek egyik legszembetűnőbb eredménye az, hogy a kelet szerepe rendkívüli mértékben megnövekedett. 2010-ben az Európai Unió hozzájárulása a világ GDP-jéhez 22% volt, még Kínáé nagyjából 8%. Már ez úgy néz ki, hogy Kína részesedése 18%, az Európai Uniói pedig 17%. 2010 környékén a világon végrehajtott valamennyi beruházás 81%-át nyugati, 19%-át keleti tőkéből finanszírozták. Mára ez az arány is megfordult. Több beruházást finanszíroznak globálisan keleti forrásokból, mint nyugatiakból. Mindez világosan megmutatja, hogy a világon immár második legnagyobb gazdasággal rendelkező Kína szerepe megkerülhetetlen és kritikus fontosságú is a világgazdaságban. És ezek a változások aláhúzzák a 13 évvel ezelőtti döntés helyességét, amely a keleti nyitás gazdaságpolitikai stratégia megindításához kapcsolódott. Mára eljutottunk oda, hogy a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontja Magyarország, amely látszik azokból az adatokból is, amelyek szerint 2020-ban fordult elő először, hogy a legtöbb beruházás egy esztendő leforgása alatt Kínából érkezett Magyarországra, és látván az idei esztendő eddigi statisztikáit, ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei esztendőben is a kínaiak alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon. Ennek egyik egyenes következménye az, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordot döntött. Tavaly esztendőben elérte a 13 milliárd dollárt, amihez fogható kereskedelmi volumenre korábban még nem került sor. Egy 160 milliárd forintos beruházás sorozat nyomán új hőerőművet és három újabb vegyi üzemet, egy 240 ezer tonna éves kapacitású nitrobenzol üzemet, egy 200 ezer tonna kapacitású anilin üzemet és egy 90 ezer tonna éves kapacitású tömény salétromsav üzemet adunk ma át a működésnek. Ezzel az új gyárteleppel a Vanhua és annak magyarországi vállalata a Borsodkem jelentős mértékben növeli a versenyképességét, jelentős mértékben növeli a nemzetközi piacokon betöltött szerepét és export képességét. Ez a beruházáshoz a kormány a fejlesztési adókedvezményen túl 1,4 milliárd forintnyi visszanem térítendő készpénztámogatást biztosít. És ki kell emelnünk a vezérigazgató úr mondatai közül azt, amely a környezettudatosságra és a környezet védelmére vonatkozott. A Borsodkem úgy növeli most a kapacitásait, úgy adja át az új gyártelepét, hogy közben a károsanyag kibocsátás csökkentéséről is be tud számolni. Magyarország esetében ez az elmúlt évek egyik legfontosabb vívmánya. Mi magyarok soha nem ideológiai vagy politikai kérdésként tekintettünk a környezetvédelemre, hanem egy praktikus, pragmatikus, gyakorlati célkitűzésként. Azért, hogy ezt a bolygót az utódaink számára meg tudjuk őrizni. A Borsodkem működése, a Borsodkem itteni fejlesztései önmagukon túlmutató jelentőséggel bírnak,
hiszen a borsot kelmen nagy mértékben járul hozzá a térség versenyképességének növeléséhez az oktatási programokon keresztül is. A Borsodkem részvétele a duális szakképzési programban és hozzájárulása a vegyészmérnöki egyetemi képzés megindításához itt Kazincbarcikán egyértelműen kritikus fontossággal bírt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Borsodkem működése a magyar vegyipar szempontjából is jelentős, és ha a Borsodkem folyamatos fejlesztései nem lettek volna, akkor ma nem mondhatnánk el azt, hogy a magyar vegyipar átütötte a 10.000 milliárd forintos álomhatárt, már pedig ez a tavalyi esztendőben megtörtént. Soha korábban nem fordult még elő az, hogy a magyar vegyipar termelési értéke elérte volna a 10.000 milliárd forintot. A tavalyi esztendőben azonban mindez sikerült, mintegy 33%-os teljesítmény bővülést követően. Ráadásul a magyar vegyipar nemzetközi versenyképességét jelzi az a tény is, hogy 56%-ot meghaladó export hányaddal, export képességgel tudnak működni. Alapvetően hosszú-hosszú évtizedekre visszamenőlegesen lehet azt mondani, hogy a vegyipari óriás és a város kapcsolata az jó. Kiegyensúlyozott és a közös célokat én azt gondolom, hogy folyamatosan meg tudjuk fogalmazni, amely a város szempontjából és mint polgármester és mint képviselőtestület számára egyébként azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés, hiszen az itt élőknek a foglalkoztatása és a jövője vonatkozásában azt gondolom, hogy a Borsodkem vonal cégcsoport egy stratégiai partner és egy stratégiai pont összességében, és az, hogy egy új négyes ipartelep és az új termelő egység avató ünnepségén lehetünk most itt miniszter úrral és a meghívott kedves vendégekkel, az megint csak jelzi azt, hogy egy újabb mérföldkő az, ami előttünk van, hiszen egy hatalmas nagy gyárüzem az, ami átadásra került most. Sőt, ugye a beszédekben elhangzott az is, hogy ez csak talán azt mondhatom a kezdet, és ez innentől kezdve még folyamatosan bővülni fog, ami a város szempontjából foglalkoztatás vonatkozásában egy egészen stabil és jó pont, ami azt gondolom, hogy azt az együttműködést, ami egyébként is szoros az elkövetkező időszakban is biztosítani fogja az ipari óriás és gyakorlatilag a város vezetése között. Én azt gondolom, hogy látván azt, hogy a kínai befektető és maga a stratégiája a cégnek abban az irányban mozog, hogy ennek a térségnek és az országnak egy olyan vegyipari pontjává válik tulajdonképpen ez az üzem, amely össznemzetgazdaságilag is természetesen ezt az országot meghatározza már. Én azt gondolom, hogy van a jövőbe vetett hit gyakorlatilag mindenki részéről, amiben azt gondolom, hogy Kazincbarcika városa ugyanúgy stratégiai partner lesz, mint ahogy volt az elmúlt időszakban is. Ez az avató ünnepség tulajdonképpen a meglévő egységekről szólt, és erről kaphattunk egy rövid tájékoztatást, amely azt gondolom, hogy egy nagyon jó kiindulási pont, és azt gondolom, hogy egyre hatalmas nagy elismerése tulajdonképpen mind a kínai partnernek, mind pedig a cégcsoportnak, vezérigazgató úrnak és a szakmai stábjának. És természetesen nekünk az a legfontosabb, hogy gyakorlatilag az 5-6 éve fennálló stratégiai partnerség, ami a város és a cég között fennáll, azt tovább bővítsük és tovább erősítsük, hiszen a mi városi létünk szempontjából az, hogy a vegyipari óriásnak jól megy, bővül, egy meghatározó potenciáljává váljon az országnak, és ebben további szárnyakat bontogasson, az egy alapvető stratégiai eleme a városnak is, amit természetesen támogatunk a jövőben is.